Mint tudjuk, ebben az évben elmarad a ballagás, ezért úgy gondolta a Zsuzsa virágboltja, hogy a fiatalok nem maradhatnak ballagó csokor nélkül, ezért az idei év csokor neve Ballagi Otthon. Kapcsoljuk Daróczi Erzsébet tudósítónkat. Köszöntöm nézőket, Szalai Zsuzsa a virágkötővel beszélgettünk arról, hogy ebben a helyzetben hogyan is tud a virágos szakma segíteni a ballagás előtt, hiszen most a ballagások elmaradnak, de hogyan próbálnak segíteni a családoknak, a diákoknak? Igazából ugye mi sem vagyunk könnyű helyzetben ezen a területen. Én azt tapasztalom, hogy az anyukák, a nagymamák, a közeli hozzátartozók azért igyekszenek telefonon vagy interneten keresztül megkeresni a boltosokat, meg bennünket, azért, hogy legalább a legszűkebb sári körben is egy-egy csokrot kapjanak. Na most ugye ahhoz, hogy ezt meg tudják kapni, hogy ki kell, hogy küszöböljük, tehát a mostani helyzetre való tekintettel a kontaktot. Tehát le kell, hogy szűkítsük ezt a lehetőséget, de a kiszállt, tehát ezek a csokrok, tehát úgy kerülnek átadásra, hogy telefonos megrendelés, címre kiszállítás, meglepetésszerűen, és az ajtóban való letétel fog működni, mert ugye a kontaktot az átadáskor is le kell szűkítenünk. Ennek a fizetése pedig, hogy ez nyilván ugye minden megrendelővel ugye ezt megbeszéljük, hogy ez utalással, vagy pedig ha bejön az üzletbe kártyás fizetési lehetőséggel rugalmasan tudjuk bonyolítani. Azt gondolom, hogy azért lehet ezt úgy is valósítani, hogy a csokor, tehát mindenki tudja, hogy mennyibe kerül, borítékban kiszámolva, hogy még ne legyen gond, esetleg az is megoldható, aki nem szeretne befáradni, hogy esetleg oda teszi valamilyen olyan helyre, hogy cserél a két dolog, hiszen ön viszi a csokrot, el tudja hozni a borítékban a pénzt. Tehát azt gondolom, hogy akinek nincs bankkártyás lehetősége, gondolok itt az idősebbekre, biztos, hogy itt ez is megoldható. Igen, természetes, tehát ugye ez is felmerült már, tehát ez a megoldási lehetőség, tehát ez mindig a korosztályhoz van kötve egyértelműen. A fiatalok körében ugye a kártyás fizetési lehetőség, az idősebb nagymama pedig ugye belekészíti azt a mennyiséget a borítékba, és beadja az ajtón, és akkor utána pedig ezt mi igazolásképp egy fényképet tudjuk neki a kisunokáján keresztül igazolni, hogy igen, itt van a virágcsokorban az a pénz beleletéve, amit ő oda gondolt. Mennyire lehet most így trendekről beszélni, hiszen szoktunk beszélni arról, hogy mi a trend most ballagáskor, de most azt gondolom, hogy egy picikét leegyszerűsödik ez is. Igen, tehát itt most azért nagyban visszaesett a trendnek a követése. Itt inkább a kedves gesztus és az, hogy a címhez időben odaérjen, mert azért elmondhatjuk egyértelműen, hogy hála Istennek nagyon-nagyon sok a megrendelés, tehát ugye nagyon sokan kihasználják azt a lehetőséget, hogy kiküldetik most a virágot meglepetésszerűen, és tehát ennek nagyon sok formája van. Tehát ez van a csokor formájában kisebb és a nagyobb változata, vannak a kis boxos virágboxos készítmények, vagy pedig egy szerencsebambuszt, és arra rátenni azt a kis borítékot, amit a nagymama éppen neki szent, hogy ne magában a boríték kerüljön átadásra. Most ugye érdekes egyébként, mert ugye most a kiszállítás alkalmával, tehát hogy ahhoz, hogy most mindenki nyomon tudja majd ezt követni, most megjelentek azok a kis kiszállító edények, amit ugye nem a földre helyezünk el, azért, hogy ennek is legyen egy stílusa, tehát ott tudjuk érvényesíteni ezt a kis szállító, kis vázaszerű kis műanyag edényt, amiben ugye csak lehelyezzük, és vázaszerűen kapja meg a földön. Tehát nem lefektetve, hanem egy ilyen kis elegáns hozzáférés lesz, tehát amikor meglátja. Én úgy gondolom, hogy ebben fog rejleni minden diáknak az a más. És ugyanúgy rajta lesz a ballagási szalag, ugyanúgy mellé lesz téve az a pénz, amit a nagymama keresztanyú oda szánt.